ez lesz az utolsó bajnoki mérkőzésünk, és nagyon örülök neki, hogy hazai pályán zárjuk ezt az idei magyar bajnokságot. Ez lesz az utolsó mérkőzésünk a Final Four előtt, úgyhogy remélem, hogy a koncentrációnk és a fókuszunk a saját játékunkon lesz, és illetve nem lebecsülve a Dunai Város csapatát, hiszen nagyon tehetséges, fiatal, illetve tapasztalt játékosokból áll, de nekünk a fő szempont ezen a mérkőzésen az lesz, hogy győzelemmel búcsúztassuk ezt a hazai szurkolóink előtt ezt a bajnoki szezon, illetve azt, hogy még azokat a dolgokat, amik kicsi korrigálásra várnak, vagy bármi, egy jó lendületű és egy jó löketű mérkőzést játszunk a Dunai Város ellen, és teljes lendülettel mehessünk a Final Four-ba. Szerintem az a Final Four az teljesen különleges, az teljesen más, tehát ott azon a két napon igazából a szív, a lélek és nyilván a fizikai felkészülés is számít, de szerintem ott nem fog úgymond kimenni belőlünk semmit, hiszen tudjuk, hogy ott all-in van, ott mindent bele fogunk adni, de nyilván okosan és taktikusan is kell az erőnket beosztani, illetve a fejben is, ahogy említettem, a gyakorlást, úgyhogy ez a Dunai Város meccse szerintem igazából elől fog szólni, hogy kijavítsuk még azokat a dolgokat is, illetve, hogy említettem, fejben is és fizikálisan is mindenkire odafigyeljünk, és lendülettel vágjunk bele a következő utolsó mindent eldöntő hétvégére.